Jo. Da, foarte bine dormit. Păi nu pot să iau căldură. Păi nu pot să iau căldură. Ebből az következik, hogy? Hogy e-mail adrász, hogy hozzáért a passzújós tához. És az következik, hogy kevesebb lesz a levesbe. Hát jó reggelt! Phoenix harcosok! Úgy, ahogy vettétek észre, már 3-mal kevesebben vagytok. Ma még 3-mal lesztek kevesebben. És holnap kiderül, hogy közületek ki a legjobb. A mai próba tiszta gyerekjáték. Azért, mert egy kirakós kell kirakjatok. Legnagyobbal kezded, folytatod a színeket, addig, ameddig jön a következő méret, színeket, legkisebb méret. Utána, amikor ezt kiraktad, hibátlanul, akkor választasz egy bármelyiket és kibogozod. Jó. Ahogy azt kibogoztad, elveszed az ászlót és felemeled. Az a győztes. Azt kell tudni, hogy ugyanaz a mese. A kiesők mosogatnak, konyháznak, vizeznek, mindent megcsinálnak. Húzhattok számokat, hogy nézzük meg, hogy ki kivel. Kettős-hármas. Maradjon a kettős-hármas itt, a többiek pedig húzódjanak oldalra, abba a felébe. Nem. Indul! Méretek, salló, nem jó? Minden méretet egymás mellé. Jó, mehetsz. Ákos, mehetsz. Nem, nem kell. Nem, Ákos. Ákos, végre, kiraktad a sorokat. Mehetsz. Indul!
is. Úgy, szedj a célja, lapránként, ahogy tudod, úgy szedj a célja. Lényeg az, hogy legyen két felé véve a két kötő. Indul! Köztes közül, aki kihúzza 21-est, az megy, és húzzatok. Yes, az! Yes! Árpival. Na, na, ne árgat. Árpi megy Hunival. De Árpi túl jó, nem jó. Ez nem jó. Nem mocsogatok. Ez nem jó. Indul! Van még rózsaszín egy. És egy fej, nem, jó ennyi, nem fél több, mehetsz. Csók, itt ne összekeverted.
Az öldük nincs, amit keressen. A színek egy, ha egymás mellett kell legyenek. Tegyen narancssárgát vagy piros. Nincs, nincs. Jó? Jó. És az utolsó bog mind a kettőnél. És Árpinak sikerült. Hát fej mellett volt, nagyon. Tehát akkor a mai nap Salló, Miki, Florin és Csókhuni. Jó munkát kívánunk a konyhára, jó motyogatást. Ugyanaz lesz a második csoportban is, lesz egy sorshúzás. Kettő összekerül, a győztes összekerül a harmadikkal. Igazából két ember kerül mosogatónak, egy szabadul meg. Húzatok egy-egy számot. 20-21-es. Ti vagytok az elsők. És Anna, te húzódj hátrább. Indul! Ennyi. Dani, nem akarok mosogatni. Jó van. És Renáta, Anna tehát mégiscsak mosogat. Vagy fizetek.
reklama Turtle. B, ono še jako šte kalte. Ono ne vidim. Ja traja? Da. Se pustiš na Petra? Drago, Phoenix harcosaim, a mai déli időpont is eljött, ami automatikusan következik az aranyröggyűjtés. Lassan mindjárt tiszta egyedül beszélek, mert mindenkinek a szekere rúdja kiáll a határba. Hé, gyertek vissza a fel. Gyertek vissza, hogy együtt beszéljük meg a dolgokat. De mondandóm van. Az, hogy úgy, ahogy eddig is volt, ugye, összegyűjthetitek az aranyrögöket, és azt beváltjuk tábori dollárra, amit a holnapi nap elkölthettek. Tehát abban az esetben, hogyha valamiből csak egy van, és többen szeretnétek, azt úgy fogjuk licitálni, ahhoz, hogy az vegye meg, aki igazán nagyon-nagyon szeretné. Ahogy mondtam, mai nagy aranyrögünk 50 dollárt ér, de ha ma megtaláljátok, holnap ugyanaz a rög már 100-at fog érni. Ha nem fogjátok megtalálni, akkor természetesen ugyanazt az 50-et éri holnap is. Valaki kapja meg. Hát, jó munkád, minden bele! Óvatosan, ne sérüljetek! Rakod vissza a helyre. Megint letapottam, hogy ott... Ilyen nincs. Ház mögött. Mi full a méreg most, mi? Mi is mindenki méretben is. Ott a ház mögött a fűbe. Műhelybe. Azt mondja, mennyit kész? 8-ért. Tehát akkor még egy 7-ért, 5-ért. Dolog. Holnap a nagy 100-at fog érni. Holnap a nagy 100-at fog érni. Azok a kicsik? De még lesz kettő, ami 50-et fejenként. Na ne! Sára, ezek akkorak mindegy ököl? És ezt az egy 200. Jó, most meg, csak megfoghatom? Mester, csak fogja meg. Tehát... Tehát holnap lesz két 50-es, meg egy 100-as a szemetek előtt. Itt lesz akkor, mester. A szemetek előtt. Akkor szemetek között. Igen, de hogyha oda kimész, különben nem hozzá. És még a fizetés is, már a hol. De ugyanannyit költesz el, mintha itthon lenne. Hát, úgy jó, csak kimenni tudsz keresni, ha kimész. A legelső héját le kell bontani. Csípi. Mindenki egy csípi, nem csak. Nekem nem. Nem, így nem ment az öletbe. Hát ez így... Ez nagyon megható. Ennyi volt? Jó.
tisztítsad le az asztalt. Mibe? A szemetes vederbe. Hát felmarkolod, oda viszed, honor. De inkább oda viszem, oda teszem, alá és bele. Hát nem, mert az étel ott van közel, oda nem viheted a szemetes vedret. Markold fel a hagymahéját, és figyeld ott. Mi mit kell várni? Most ennyi. De hát csak akkor tudom. De azt nem mondom, így jó. Azt a fiam már bíne újtásán. Bravo, te mi jó, men. Szefie, nem tudom. Nem, már legyünk az összes. Legyünk, kettem. Jaj, becsapod, mert úgy is Kolányt le a mantol, forrest vad nimen. Ne csak rájönnek. De ha nem kapod le, akkor... Fekete, bor! Mit írok? Felállunk. Egy kiirtet. Kis csendet kérek szépen. Egy kiirteti tartod, annak neve leve náldat. Ámen. Egészségetekre, Szőfie, de Binem. Teszem ki a mosogatóvizet, és gyertek mosogatni. Mosogató. Vezd a gazetára, rönd a tuncsa, de a kolomért zsájú sorra klötit. Sorsásra jössz, mint Noel Ironman de Románia. Úgy jösszön, de rúgat. Amint szoktam mondani, kedves harcosaim, ma eljött az a második selejtező pillanat, amikor újra három csapattársatok elhagyja a főcsoportot, és visszakerül a második mellékcsoportban. Egy nagyon egyszerű és nyugis feladat vár rátok. Az ütőn csak kell tartani a labdát. Semmi egyéb dolgotok nincs. Ünk egy labdát, tartjátok. Aztán felteszünk még egy labdát, mind a kettőt tartjátok. Utána meg még egyet, és mind a hármat tartjátok. Most a kieséséről. Tehát akkor, ki a legkisebb szám? Hármas és? Nincs ellenfél. Te leszel az, aki kihívhatsz bárkit a vesztesekből. A tiéd a szerencsés lap, most. Kezdjük a legnagyobb labdával. Vegyed a kezedbe. Az ütőt teljesen fogod, az ujjakot nem tarthatjuk be alája. Úgy, ennyi. Ahogy neked úgy kényelmes, úgy fogod, az nem probléma. Felkészülni. Indul. Elengedted a labdákat, egyensúly. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tegyetek még egy labdát fel. Elengedted a labdákat. 9, 8, 7, 6, és Lori megnyerte ezt. Felveszed a legnagyobb labdát, felkészülsz. Indul. Florin megnyerte.
Olé! Hát te... Második két versenyző! Felkészülni! Legnagyobb labdával! A kezedbe! És indul! Ráteszed a labdát és tartod egyensúly! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lassan elveszed a második labdát, az egyensúlyra vigyázol, gyerünk Árpád, Árpád, egy másodperced van, hogy a labdát feltegyed, 9, 8, és Árpád ezt megnyerte. Igen. Labdát. A vesztesek közül egyet hívják, itt a provokát. Ki nem vele? Aki nem jön. Felkészülsz, indul. Egyensúly. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kislabda. És Ákos megnyerte. Vártosak most küzdhetnek? Fenix harcosok! Már is kiderült, hogy ki az a három, aki átmegy a másodcsoportba. Én már a reggel elmondtam, hogy olyan fog bejutni a döntőbe, akiről nem is álmodjátok. Amit mondtam én nektek, a gyakorlatok mind annyira különböznek egymástól, és mind annyira másak, hogy nem lehet azt, hogy egy típusú ember végigverjen mindent. Képtelenség. Tehát annyira változatosak a gyakorlatok, hogy ez képtelenség. Viszont az, akinek jók az adottságai bizonyos téren, az tud haladni ebben. Tehát ez esetben megmaradt négy harcosunk. Kezeket fel. Ákos, Árpád, Florin és Lorán. Most a második csoportból a három versenyzőt, három Fönix harcost, most mindenki mindenkivel megy közületek, csak hogy tudjátok, hogy körülbelül ki mire képes ebbe a próbába. Nagy labdával kezdünk, felkészülsz, indul! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, egy kislabda, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, harmadik labda, és Reni ezt megnyerte. És megy három labdával. Reni. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kislabda. Elengedted. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, második kislabda. És a labdát elengedted. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, és tartjuk. A türelem győzelmet terem. És ezt Reni megnyerte. Anna marad, labda a kézben. Indul. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Második labdát feltesszük. És elengedted. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és Dávid ezt megnyerte. Itt kiderült, hogy igazából a másod
csoportban a labdával sokkal jobban bánnak, mint a főcsoportban levők. Igazából nem volt sporttevékenység, csak ilyen madacsos. Akkor Imre madarászúni megérkezett. De miért kell kihangsúlyozni? Nem, mosogattam. Én se. Tényleg ma változott egy kicsit. Én sem mosogattam. Zárkod kézzel töltenek. Hát elküld, én mit akarsz? Mondjuk az anyag tényleg megküzdöttél azért, hogy ne mosogass. Én is. Mi is volt az első? A bók. A bok plusz a kirakós. A kirakós meg a babozós. Jaj, ez rossz volt. Az a... Most mi volt? Most volt az a labdás. De olyan rossz. Az előre Renivel úgy tudtam tartani, és aztán így megfújt a szél. Én is azt mondom. És utána nem volt vízszintbe, ugye? Meg a kifogások. Dávid meg egy másik mese, akkor már fújt a szél. De akkor Dávidnak hogy nem fújt? Hát úgyhogy... Kikerült! Dávid ott még a szél is kikerüli. Hát igen. Na ez az. Ó, oh, no! Jó. És akkor az aranyról... Ki kapta meg az 50-et? Ki az az én? Én amúgy elmondtam, hogy hol van. És hányszor mentünk át az aranyrögön? Lolo. És szerintem a papatoltam meg. Ilyen erős nagy szerencséjed volt. Szerencséjed? Szerencséjed volt. Ez teljesen szerencsé. Csak a Huni mondta, hogy szerencsé. Szerintem mindenki ötször megbotlott benne, de senki nem nézte meg, hogy mi az. Ott még az a gyík is. Igen, tényleg ott volt a gyík is, és mindenki körbeállta azt a gyíkot, pont ott volt a kő is. És néztük a gyíkot, ahogy az. Pedig egy isteni jel volt, senki nem kutatott. Megkaptad volna. Ha legalább. Lehet volna 25-öm nekem is. Nem lett volna. Biza, ki kivel? Akkor viszont nekem is lett volna 25-öm, mert velem is szövetkezett. Akkor nekem is. De meg most mert nekem lett volna 60%, és nektek 20 elosztom nektek. Ákos, te kivel szövetkezett? Hunival. Mindenki Hunival szövetkezett? Huni, te kivel szövetkezett? Hunival is. Huni kívül valaki szövetkezett mással? Én Ákossal is. Én Dávid, ma kivel? Miklossal. Miklossal ugyanúgy. Aha, Anna, valakivel szövetkeztél? Nem, magamnak való vagyok. Én is. Ha megtalálom, jó, ha nem, akkor... És akkor Hunik, üdv a csapatban! Milyen érzés vesztesnek lenni? Nem vagyok. Nem vagyunk vesztesek, csak... Nem szerencséjük volt. Szerencsétek volt, na. Ez az én szövegem, hogy behívnak. Legyen, Hudi, az nem szerencsé, az elsőt feltette, csak is tart legúrni. De tényleg, most hogy lehetsz olyan észlény, hogy teszed az egyik felére az egyik de nem oda tettem, csak lefújt a szél, meg nem volt vízszintben, meg szélvihar. Földrengés. Igen. Ja, meg forgó szél. Feltettem neked, mint a hármacs megállt. A varázskezek, tudod? Az. Három négyzetben, igen, csináltam egy csomó mindent. Na, sorolt. Egyen. Hát így nagyon sok. De hozta a vizet. Igen, akkor... Hoztam... Bocsánat, melyik több vizet? 11 üteni fát. Megpucoltál egy hagymát. Igen. Nem igaz, kettőt. Jó! Jó, nem lehet, hagyjuk a témát. Hogy vagy, Feri? Kumcio fosztáz. Bine, foarte bine, foarte bine. Acolo la primul joc. Ai spălat vase? Da. Am ajutat, am spălat polonicul ăla și farfurii. Mhm. Da. Aia, da. Da? Flau, ce ai făcut? 4 pietre. 4. Da, 4. Slăbuț. Și acum la ultimul joc? Mi-a plăcut, a fost noroc. Ai avut noroc? Am avut noroc, da. Cu cine erai tu? Cu Huni. Am cântat? Da. Ce ai lucrat? Am cărat lemne, am fost forțos azi. Da, am fost forțos azi, am cărat lemne. Și apă. Și bidoane cu apă. Și am încercat să caut piatra aia mare, dar până la capăt că trăia cineva. Ákos! Én holnap nem fogom engedni, hogy levágni a szavagot. Igen. Dereke? Mosogattál? Hát a lárok én veszem újat. Nem? Tényleg, lehet majd vajon venni a szavagot, hogy levágják? Az igen. Igen. Ó. A Lolo ellen mentem. Nem, én mentem Lolo ellen. Te
te is. Te Miklós ellen mentél, nem? Hát ott az egyensúlyban, igen. De reggel, mosogatásnál. Tényleg, tényleg. Az darai... Ákos jött el, mi jött? Ez darai rögök? Ha, csak 11. Csak 11? Csak 11-ed van? Plusz még az az öt, ami volt alapból, úgyhogy 16. Plusz még egy, amit Miklós adott, úgyhogy 17. És plusz még egy, amit én adtam, 18. Körbejártad vagy kétszer a területet? Vagy írt? Nem, csak ötször. Akkor kinek annyi a rajröge van? Kezdjük így sorba mondj. Kinek annyi van? Hát most már egy sincs, mert pénzünk van. Akkor mennyi pénz van? Játszkod a bannak kamerát. Lehet licitálni, hogy mennyi van, az a lehet licitálni. Kinek mennyi van? Ha? Kezdjétek. Bocsi. 56. Még mindig nem száz. Még mindig nincs meg a bónusz. Most jön huni, hogy hát a szerencsétek lesz. Akkor esetleg holnap ti is találtok, de amúgy én fogom, és akkor meg lesz a százas a mester fejével. Nem a másik huni vagyok. Jaha. Hogy? Egosaurus. Szok! Mert ők ketten veszekedtek azon, hogy meggyerik a tábort. Most már csak az egyiknek van esélye. Mi? Ja, hát, tényleg. Miért? Ah, most egy nem igaz, neki is van. Egyiknek sem van. Ja, tényleg. Memóriás. Ha mit kaptam, álbukjász. Én úgy fogok röhögni. De nem, én a memóriás fejének. Igen, és megnyeri Dávid. Akkor mit tettél a tegnap? De már egy kíván esve. Dávid már egy kíván esve. Nem tudom. Dollár fizetésében csomagolja. Na persze! Jó, te jól jársz mindenki éhen. Utolsó nap. Most egy évig úgysem fogsz tudni nekünk főzni. Tényleg, az mekkora kiesés lesz, hogy fogunk hiányozni, amikor ott ülünk az asztaloknál minden. Reni, készen van-e már? No. Az a tippem, hogy mindenki... Köszöntöm! Te mondod, hogy dokkó maradok. Kiestél! Szerintem most arra az az idő, az a kurgú rönkesz a döntőbe. De nekem az a tippem, hogy őri Nóri meg tudja nyerni. Nóri? Talán akkor mindegy csináltuk... Nóri! Bizony, ki van bent? Unatkoztam. Én... Akkos, Árpád és Florian. Florian. Finálápulna vagy. Florin, Nika. Nika. Florika. Ki csak nem Florin? Akkos, Árpád vagy... Fogadjatok vagy én. Finálöka. Mondjuk attól függ, hogyha memória, akkor lehet, hogy Ákos. Hogyha fizikó, nekem lassz a mivegem, úgyhogy én nyertem. Vagy Florin. Köszönöm! Potem korpa dumor la umă. No! No, deci ziceam eu. Dacă e memorie, atunci Acuș. Dacă e fizic, atunci ori tu, ori Lolo. Și ziceam că arpa doar cum cade. Fizicul la Corintom, dacă... Nu, Reni! Eu așa fac cu cerința asta, poate câștigă. Reni! Eu gorsoșec de la fizicul, bă. Aia, thumbnail. Poză de thumbnail. Kommentbe írjátok le egy szavazzatok szíves. Rá! Kommentbe írjátok le! Kommenteljetek és lájkoljatok! Subscribe! Igen, iratkozzatok fel a csatornára! Lájkoljátok! Ott fent az ibetűre rákattintva tudtok szavazni, hogy ki nyerjen. Igen, igen, ott a konzol, ott fenn, ott a jobb felső vagy melyik? Az maradj a szalódalom! És a arangot is! Kattoljátok be, mit csinálsz a leírásban? Meg lehet találni a Facebookon. Smash that like button! Kommentbe szavazzátok, hogy ki a legjobb! Finalista de varázs! Ki a legjobb!